Idén ismét megrendezték a bátaszéki borversenyt, a város borai mellett természetesen arany, ezüst és bronz érmeket, valamint külön díjakat is átadtak az ünnepségen. Bozsolik Róbert polgármester elmondta, nagy öröm, hogy 2 év kihagyás után ismét megrendezhették az eseményt. Bátaszéken tényleg évtizedekre visszanyúló hagyománya van, hogy borversenyt rendeznek. Az utóbbi évtizedekben a hegyközség a főszervezője ennek az eseménynek. Hát sajnálatos módon egy kis átalakulás van ezekben a borversenyekben, mert egy 10-15 évvel ezelőtt még sokkal több kis pincészet is képviseltette magát ezen a borversenyen. Ez egy kicsit megváltozott, most már a nagyobb pincészetek dominálnak, ők hoznak több fajta bort a versenyre. A kis pincészetek egy kicsit visszafogottabban, de még hála jó Istennek még mindig jelen vannak. Hát öröm, hogy 2019 után végre sikerült megrendezni ezt a borversenyt, hiszen a Covid miatt 3 év teljes egészében kimaradt. Ez talán érzékelhető volt abban is, hogy a szervezők elmondás alapján rekordszámú mintát vizsgáltak a borbírók a tegnapi nap folyamán. 4 zsűrizte a mintákat, és hát öröm számunkra, hogy 2022-ben végre ki tudjuk osztani a bírák által legmagasabban pontozott boroknak a bátaszék bora elismerést, mint fehérborban, mint rozéban, mint pedig vörösborban. És hát mi is egy kicsit büszkék lehetünk majd, hiszen a rendezvényeinken ezekkel a borokkal fogjuk kínálni majd a vendégeinket is. Az idei borversenyre nevezett 150 minta mind a hegyközség borászaitól érkezett. Tulajdonképpen a minták minősége is egyszerűen kiemelkedő volt. A bírálat az 4 bizottságban folyt szakemberek által. A borokat teljesen anonim kapták, minden ismertető jegyük el volt róluk tüntetve, kizárólag évjáratot és fajtát tudtak a bírák. Különböző évjáratok voltak, a legtöbb az újbor, 21-es évjáratú volt, de érlelt fehér és vörös borok is voltak. Úgy gondolom, hogy a hegyközség területe az alkalmas minden bor készítésére, ezt a tegnapi bírálat is bemutatta, mert szinte minden kategóriában magas pontszámok születtek a fiatal fehérboroktól, illatos fehérboroktól, az érlelt vörösborokig, úgyhogy egyszerűen nagyon jól sikerült a borverseny. Az eredményhirdetés után a résztvevők megkóstolhatták a versenyre nevezett borokat, és egy közös vacsorával ünnepeltek.